szeptember 14 hétfő. Pár nap is kicserélik a szélvédőmet. De nem is azért kapcsoltam be. Amit itt látszik, vagy nem látszik a levegőbe, ez nem felhő, ez nem köd, hanem itt, Vancouver fölött most már ez azt hiszem a negyedik napja, körülbelül a pénteken kezdődött múlt héten, amik vannak lent amerikai oldalon, Washington meg Oregonban ezek a nagy tüzek, erdőtüzek, meg városok, meg faluk leégtek, meg ilyesmi. Az összes füst idejött, és egyre rosszabb. Alig lehet látni, nagyon alacsonyan van, és hát őszintén megmondva nem is tudom, hogy egészséges-e kint lenni. Azt mondják, hogy nagyon a határon van a levegő, hogy egészséges vagy nem kint lenni. Szóval akinek bármilyen betegsége van, ilyen légzési, vagy bármi, mondják, hogy maradjon bent. Szóval nagyon rossz. Mindjárt lekapcsoljuk a telefont, az örögjön. Elnézést. Úgyhogy, ja, nagyon szomorú a helyzet. Reméljük, hogy holnaptól már talán jön egy kis szél vagy eső. Mert úgy megállt a levegő, és nem megy sehova ez a füst fel, nem felhők ugye, de ez a füst. A napot nem láttam már, pedig tudom, hogy sütés, napsütés kéne már, vagy három napja, és csak ez van. Reméljük, hogy holnaptól elmegy. Mondom, már bekapcsolom ez miatt is, meg az utolsó videóban, a 200-ban a végén mondtam ugye, hogy személyesen hol lehet üzenni a kanadai valóság kukac@gmail.com, de azt nem mondtam, hogy mik a tervek. Havonta lesz videó, határ zárva van, úgyhogy amik vannak, hát volt terv, hogy megyünk Vegasba, volt terv, hogy megyünk Hawaiiba, volt terv még arra is, hogy megyünk a karibi szigetekre megint ilyen cruise-ra. Egyre abban semmi nincs, meg azt hiszem nem is lesz. Úgyhogy az új tervek az lehetséges, hogy itt kanadai belterületen lesz, és ha sikerül egy-két héten belül, akkor Calgary és Edmonton, Banff gyönyörű részek arra, azt látogatjuk meg, ez a terv. De addig még fölteszek egy videót. Szóval most csak erről, hogy a legjobb levegő, ami általában itt mindig volt, ugye, mindig jön az áramlat, vagy északról a hidegebb, vagy Hawaii felül a melegebb, az most ilyen, hát nem is tudom, milyen nagyon vacak. Mindig köd jut eszembe, de ez nem köd, ez füst. Na, ennyit lehet látni a napból. Most már ez ötödik nap, azt hiszem, mióta itt füst van. Most, tegnap egy picit elment a köd, vagy a füst, vagy nem tudom, minek mondjam, és ma, meg holnap még, aztán talán vége lesz. De ennyi a nap, ennyit lehet látni. És minden szürkeség. Pub nyitva van. Majd be is megyünk ide. Itt is csinálok egy videót. De hihetetlen ez a szürkeség. Pedig ma is az időjárás az jó volt, volt körülbelül 25 fok körül. De a nyomott füllet, meg hát az embernek nincs ugye valami jó hangulata, meg a torok is fáj egy kicsikét is, meg fej is fáj, meg egyéb dolgok. Úgyhogy, ja, ez van. Reméljük egy-két nap alatt elmegy. Mindenhol építkezés van, útfelújítás. Nem tudok menni úgy 5 vagy 10 percet, hogy valahol ne legyen valamilyen forgalomelterelés, vagy lelassítva a forgalom, vagy egy sáv. De azért kapcsoltam be, mert lehet látni a kék eget. Picit még felhős, de kék ég van, nincs füst. 11 napig volt füst. Egyszerűen hihetetlen. Nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de valaki mondta, hogy ez a füst egész elment Európa, még Magyarország fölött is volt, ami kaliforniai tüzekből, meg Oregon. Ez csak úgy hallottam, nem vagyok biztos benne. És azért is bekapcsoltam már, mert hétfő van 21-e, szeptember. Ez az utolsó nap a nyárnak, vagy most kezdődik az ősz, vagy valahogy úgy van most.
és holnaptól megint egy hétig azt hiszem eső lesz minden nap, és akkor ugye nem jó nagyon, nem lehet semmit látni, és jövő héten meg megyünk, le van foglalva a dolgok, amit mondtam, szóval körülbelül nem mondom pontosan, hogy merre megyünk, mert több helyen megállunk, meg hát csinálok majd videókat, de körülbelül innen Albertába megyünk, és egy hetes út, lesz benne négy megálló, négy helyen legalább, úgyhogy onnan mindenhonnan lesznek videók. Ezt meg földobom, mielőtt megyünk majd szombaton, meg ami ehhez kapcsolódik. Szerda 23. szeptember, és beütött a monszun, és beállt a freeway. Nem tudom innen meddig van, de állítólag valami 5-6 kilométer, úgyhogy pont ki tudtam még jönni. Nem tudom, mi történt, hogy valaki fölborult-e, vagy milyen baleset van, vagy mi a probléma, de hogy beállt az egész, már rá se lehet menni a freeway-re innen. Úgyhogy nagyon jókor jöttem ki. És azért is csináltam videót tegnap, mert még akkor kicsit jobb idő volt, és most 3 napig ilyen eső lesz. Állítólag a 3 nap alatt olyan 15 centi eső fog esni, úgyhogy elég jó vizes a talaj, nem kell öntözni mostanában. Majd meghallgatom a rádióba, hogy mi történt, de szerencsére nem kell arra mennünk. Mindenki próbál itt kijönni.